Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Paks 2. Az európai jogszabályoknak is megfelelőek lesznek az új blokkok. Békéltető testületek, Tolna megyében kerül eléjük a legkevesebb ügy. Képzés, a sertéspestissel foglalkozó szakmai napokat tartottak Szekszárdon. Tűzoltóautó, Németországból kaptak új kocsit a faddi lánglovagot. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A legszigorúbb európai jogszabályoknak is megfelelő új atomerőművi blokkok klímavédelmi célok elérésében betöltött kulcs szerepéről beszélt Aszódi Attila, a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár szekszárdi és budapesti előadásaiban. Elmondta, evidencia, hogy olyan blokkok épülnek meg Pakson, amelyek a fukushimai tapasztalatokkal kiegészült uniós elvárásoknak mindenben megfelelnek. Evidencia, hogy olyan blokkok épülnek meg Pakson, amelyek a fukushimai tapasztalatokkal kiegészült uniós elvárásoknak mindenben megfelelnek, mondta dr. Aszódi Attila Szekszárdon. A paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár a Magyar Nukleáris Társaság 17. nukleáris technikai szimpóziumán a nukleáris biztonságra vonatkozó jogszabályok irányából megközelítve mutatta be a Paks 2 projektet. Elmondta, hogy a magyar jogszabályi rendszer az EU által megfogalmazott biztonsági alapelveken alapul, amelyekbe beépítették a fukushimai eset tapasztalatait. Mindezek figyelembevételével készült el a Paks 2 megvalósítására vonatkozó fővállalkozói szerződés, az úgynevezett EPC szerződés, ami egy nagyon komplex felelősségi rendszert rögzített akkor 2014. december 9-én, amikor ezt aláírtuk. Hozzátette, ez garantálja, hogy a hazai igényeknek és elvárásoknak, valamint az európai jogszabályi követelményeknek megfelelő atomerőmű épüljön Pakson. Elérhető áru villamos energia, ellátásbiztonság, rendszerstabilitás, klímavédelem, az ország széndioxid kibocsátásának csökkentése, vezetékes energiahordozók importjától való függés csökkenése, korszerű, kiemelkedően biztonságos technológia. Ezek azok az össztársadalmi előnyök, amelyekért meg kell valósítani a Paks 2 projektet, ezt már a Világgazdaság Energia Stratégia 2018 című konferenciáján mondta az államtitkár. Ha nem épülne meg Paks 2, akkor a paksi atomerőmű jelenlegi 4 blokkjának kifutása után fosszilis energiahordozó használatára kellene áttérni, ami hozzávetőleg 36%-kal növelné meg Magyarország széndioxid kibocsátását. Vállalkozói fórumot szervezett a paksi önkormányzat, amire az építőiparban tevékenykedő vállalatokat várták. Az összejövetelen Szabó Péter Paks polgármestere ismertette a közeljövő városfejlesztési munkáit. Süli János tárca nélküli miniszter pedig a Paks 2 beruházással kapcsolatos információkat, lehetőségeket osztotta meg az érdeklődőkkel. Vállalkozói fórum keretében tájékoztatta Paks polgármestere a megjelent építési vállalkozókat, azokról a városfejlesztési feladatokról, amelyekre a közeljövőben várják a helyi cégek pályázatait is. Szeretnénk, hogyha ezekben a beruházásokban őket helyzetbe hoznánk. Szabó Péter számos olyan beruházást sorolt fel, amelyek a Paks 2 beruházás megkezdés előtt a következő időszakban fognak elkészülni, mint például a lakótelepi park teljes körű felújítása, az Életfa idősek otthonának bővítése, a polgármesteri hivatal felújítása, a Dunakömlőt-Paks közötti kerékpárút kivitelezése és számos intézmény felújítása, korszerűsítése. Biztosítottam természetesen a vállalkozókat, hogy a polgármester ajtaja mindig nyitva áll, és várom őket nagyon sok szeretettel, bármilyen ügyes, bajos gondjuk van. Süli János tájékoztatta a vállalkozókat a Paks 2 beruházással kapcsolatban, aki felhívta a vállalkozók figyelmét arra, hogy a minél sikeresebb és több munka megszerzése érdekében fontos a helyi cégek társulása, együttműködése. Mindig azt erősítjük, hogy társuljanak. Persze ugyan még a társulás mellett az a tőke igény, amit a orosz fél megkövetel majd garanciaként, abban majd mi nekünk segíteni kell. A miniszter hangsúlyozta, mindenképpen számítanak a helyi vállalkozókra, akiket mindenben segíteni szándékoznak.
Éppen ezért hoznak létre Pakson egy tájékoztatóirodát, ahol könnyebben juthatnak majd információhoz a kiírt munkákkal kapcsolatban. 400 ezer forint készpénzt lopott el egy parkoló autóból egy medinai férfi. A jármű faddomborinál egy építkezés mellett parkolt, itt vette ki az ülés alatti rekeszből a pénzt a tolvaj. A rendőrök hamar elfogták, tettét pedig beismerte, lopás miatt kell majd felelnie. 2012. január 1-e óta működnek a békéltető testületek. Az ide forduló fogyasztók megkereséseinek jelentős része per nélkül megoldódik, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a vállalkozók is szívesen intézik itt a vitás ügyeket. Ennek ellenére Tolna megyében van országosan a legkevesebb dolga a testületnek. Bár logikusan ünnepkörnyékén kéne az ügyek jelentős részének jelentkeznie, ez még sincs így, mondta a békéltető testületek működéséről szólva Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. A tapasztalatok azt mutatják, szívesen fordulnak ide a panaszaikkal a vásárlók, és a vállalkozások is mindent megtesznek a békés rendezés érdekében. Hogyha oda fordulnak a vevők, a békéltető testület az komolyan kivizsgálja a panaszokat, általában megnyugtató válaszokat is tud adni, és azokat, ha tovább fordulnak a vevők, a bíróságon is elfogadják a békéltető testület döntését. Ennek ellenére az ügyszámok tekintetében Tolna megye a rangsor utolsó helyén áll. A fővárosban ezres nagyságrendben fordulnak a vásárlók panaszaikkal a testülethez. Sajnos még nem annyira elterjedt a mi megyékben. Olyan 100 körüli ügy van évente, többi megyében sokkal magasabb. Budapestről már nem is beszélem, mert ezres nagyságokban vannak a panaszok. Fischer Sándor azt mondja, jó lenne, ha a vásárlók félretennék a számlákat, melyeket vásárláskor kapnak annak érdekében, hogy az esetleges vita esetén legyen jogalap a testülethez fordulni. A statisztikák szerint a testület elé kerülő ügyek majd mindegyike békés úton mindkét fél megelégedésére rendeződik. A sertéspestissel foglalkozó képzéseket tartottak két napon keresztül a sertéstenyésztéssel foglalkozó szakembereknek és az ágazathoz kapcsolódó iskolák oktatóinak Szekszárdon. Az egyedülálló rendezvényt a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége kezdeményezte. Két napon keresztül hallgathattak meg a sertéságazat aktuális helyzetével kapcsolatos szakmai előadásokat az oktatási programban résztvevő diákok, pedagógusok és egyetemi oktatók. A Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége által szervezett kétnapos program egyedülálló kezdeményezésnek számít Magyarországon. Tapasztalt szakemberekkel elkezdik, és mi úgy gondoltuk, hogy erre a szakközépiskolák a szakmai intézmények jó helyszínek lehetnek, hogy mind az ott dolgozó oktatók részére, az ott dolgozó fiatal diákok részére, de a szakmában már nagy tapasztalatokkal rendelkező, illetve a bizonyos ágazatokat most ilyen pillanatban itt a NÉBIK-nek, a NR nyilvántartó rendszernek a vezetői, ők jöjjenek el. A szakmai szervezet mostani programján az előadók elsősorban az afrikai sertéspestis megelőzésével foglalkozó témákkal készültek. Mi abban gondolkodunk, ahogy ez nagyon sok fórumon is elhangzott, hogy közép-hosszú távon kell az afrikai sertéspestissel számolni a sertéstartóknak, erre pedig egy tökéletes alkalom, hogy a hallgatók, a diákok halljanak erről, hogy mit kell tenniük a jövőben. A képzési napnak helyet adó szekszárdi Csapó Dániel szakközépiskola igazgatója szerint óriási igény van a pedagógusok és az egyetemi oktatók körében arra, hogy első kézből hallhassanak az ágazatot érintő kihívásokról és eredményekről. Ez azt gondolom az érdeklődés is mutatja. 15 olyan agrárminisztérium fenntartásában működő szakközépiskola, szakgimnázium vesz részt a rendezvényen. Azt gondolom ez is egy nagyon szép mutatószám. Illetve hát azt is el kell mondjuk, hogy valamennyi felsőoktatási intézmény, egyetem képviselői itt vannak, ahol a sertéságazattal, sertésképzéssel foglalkoznak. A kétnapos szakmai rendezvényen összesen több mint 100 résztvevő hallgatta meg az előadásokat. Asztalosné Marosi Marian, az Esőmanók autista gyerekekkel foglalkozó alapítvány tagja kapta az év Tolna megyei önkéntese díjat. Az átadó ünnepségen elhangzott, egyre többen csatlakoznak az önkéntesek táborához, és a megszólítottak jelentős része a fiatal korosztályból kerül ki. Mindannyian találunk az életünkben, a mindennapjainkban olyan dolgot, amit éppen aznap, vagy azon a héten, abban a hónapban tettünk, ami jó. De az önkénteseket megkülönbözteti a többi embertől az, hogy ezt gyakorlatilag az életük részeként teszik. Hagéva szekszárdváros alpolgármestere ünnepi beszédében arról is szólt, egyre több olyan emberrel lehet találkozni, aki saját idejét feláldozva tesz egy ügyért,
amivel segítséget tud adni embertársainak. Szerencsére a fiatalokat is sikerül most talán már ezzel megszólítanunk, különösen, hogy új jogszabályi háttere van az önkéntességnek, talán egyre nagyobb teret biztosít arra, hogy a fiatalok is be tudjanak kapcsolódni a munkába, és ezáltal újabb ismereteket szerezhetnek, ugyanakkor egyfajta közösségépítő jelentősége is van ennek. Az idei esztendőben a szociális szféra területéről érkezett a legtöbb jelölés, mondta Réged Balázs, a Lakható Szekszárdért Egyesület elnöke. Az idei évi díjazott is olyan szervezet tagja, aki a rászoruló hátrányos helyzetű gyerekek mindennapjait próbálja könnyebbé tenni. Az idei díjazott az Esőmanók Alapítvány tagja. Ők is olyan tevékenységet vállalnak fel, amely azt jelenti, hogy a hátrányos helyzetű, rászoruló gyermekeknek a mindennapjait próbálja segíteni. Azt gondolom, hogy szép példát szolgáltathat mindenki elé, mind az Egyesület, mind pedig Marianna tevékenysége. Az év Tolna megyei önkéntesek 2018 díjat adományoz Asztalosné Marosi Mariannak. Asztalosné Marosi Marian hosszú évek óta segíti a gyerekek beilleszkedését, fejlődését. Az a szeretet, ami viszi előre az embert, és az biztos, hogy ez az, ami segítheti azt, hogy tovább tudja folytatni azt a munkát, aki ezt elkezdi. Nem is munkának érzi, hanem ez egy olyan jellegű dolog, ami örömet is ad. Nem csak mi adunk, hanem mi kapunk is ezáltal, és többek is leszünk tőle. Németországi partner egyesületüktől kaptak új tűzoltó autót a Faddi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai. A jármű sokkal korszerűbb, mint az, amit eddig használtak. Az elmúlt évek statisztikái alapján évente nagyjából 20-szor kell majd balesethez vonulniuk vele a Faddi lánglovagoknak. Ma Dániel, be tudsz ülni? A gyerekek vették birtokba elsőként a Faddi Önkéntes Tűzoltók új járművét. Izgatottan figyelték a rengeteg gombot a kocsi műszerfalán. A tűzoltóautó Németországból ajándékként érkezett Fadra, a helyi önkéntes tűzoltók ottani testvérszervezetének hála. Ez az új szer a régihez képest egy fényévnyi ugrás, hiszen abban fele ennyi víz volt, habanyagot nem is hordozott. A kialakítása a fakjainak olyan, hogy sokkal több mindent tudunk elhelyezni rajta, ezért ha kimegyünk, akkor minden egy helyen van, akár a vízszivatáshoz, akár a műszaki mentéshez, tűzesethez, mindent egyszerre el tudunk vinni magunkkal, nem kell visszajönni. Fad polgármestere azt mondja, tavasszal építenek egy új garást is az autónak, néhány éven belül pedig a helyi egyesület székházát is fel akarják újítani. Remélem, hogy fog nyílni valami pályázati lehetőség egy pár éven belül, és akkor meg tudjuk újítani ezt a tűzoltószertárat is, és méltó helyre kerülnek az autók is, és természetesen az önkéntes tűzoltók is. A Faddi önkéntes tűzoltók a statisztikák alapján évente eddig nagyjából 20 alkalommal vonultak balesetek helyszínére. Ezentúl ilyenkor már a most kapott autót használják majd. Új helyre költözik a Paksi kutyamenhely, mint arról már korábban beszámoltunk, a költségvetésben erre a célra 50 millió forintot különített el az önkormányzat. A több mint 6000 négyzetméteres telket már meg is vásárolta a város a Tengelic felé vezető út mellett. 2019-ben már új otthonukban csaholhatnak a kutyusok. Megváltás lesz számukra, és a Váci Katelek tulajdonosai számára is a költözés, mert elviselhetetlen körülmények uralkodnak kerítésen belül és kívül is évek óta. A képviselőtestület elfogadta a telekvásárlást. A Tengelic felé vezető út mellett egy igen ritkán lakott területen kerül kialakításra az új menhely. A várostól kb. 5 kilométerre egy viszonylag ritkán lakott területen sikerült egy több mint 6000 négyzetméteres területet megvásárolni, ahová a kutyamenhelyet ki fogjuk telepíteni, illetve egy új kutyamenhelyet fogunk létrehozni. A jelenlegi kutyamenhely megszüntetésre kerül, korszerű, modern, Európa szintű menhelyet szeretnének, mondja az alpolgármester. A tervezés folyamatban van, jövő év elején elkezdődhetnek a munkálatok a területen. Az üzemeltetést egyrészt önkormányzati támogatással, másrészt alapítványi formában kívánják megoldani. Kutyáknak az oltásához, élelmezéséhez azért folyamatosan segítséget adtunk a mostani menhelynél is, ezt továbbra is fenn szeretnénk tartani, viszont az állatbarátok egy alapítványon keresztül folyamatosan tudják támogatni, vagy tudnak támogatni egy ilyen menhelynek a működését. A kutyamenhely létrehozására 50 millió forintot különített el a költségvetésében az önkormányzat. Somogy és Baranya megyék híreivel megyünk tovább. $75 milliárdról döntött a kormány, indul a Magyar Falu program.
Minden eddiginél nagyobbra építették, 70 éves a Vörsi Betlehem. Az emlékezésé volt a főszerep, a bányászok védőszentjét ünnepelték. $75 milliárd egy évre 5000 lélekszám alatti települések számára a Magyar Falu Program ezen eleméről döntött nemrég a kormány, mondta Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos Szigetváron. A baranyai településen fórumot rendeztek, ahol többek között a térség polgármestereit tájékoztatták az elérhető pályázatokról, illetve felújítási lehetőségekről. El akarjuk kérni, hogy a falvakon történő elvándorlás legalábbis lelassítsuk. A Magyar Falu Programról tájékoztatta a baranyai települések polgármestereit és az érdeklődőket Gyopáros Alpár Szigetváron. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos elmondta, hogy a kormány már döntött a projekt egy eleméről, mely egy 75 milliárd forintos támogatási lehetőség a 2019-es évre az 5000 lélekszám alatti települések számára. Ebből az összegből közszolgáltatások, infrastruktúrák fejlesztése valósulhat meg, mint például bölcsöde, óvoda vagy orvosi rendelő felújítása. Ezen túl a kormány decemberi ülésén fog dönteni egy nagy mellékúthálózati fejlesztési program indításáról. A reményeink szerint legalább 50 milliárd forint rendelkezésre áll 3, 4 és 5 számjegyű utak fejlesztésére 2019-ben. Ezen kívül pedig elindítjuk az úgynevezett falusi csokot. Ez azt jelenti, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény eljárásának mentén több pénzt kínálnak azoknak a fiataloknak, akik szülőfalujukban szeretnének családot alapítani, tette hozzá a kormánybiztos. Nagy Csaba a környező beruházásokról tájékoztatta a résztvevőket. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, az elmúlt két évben összesen 92 pályázatot nyert választókörzete a területfejlesztési projekteken belül. Lesznek olyan pályázati lehetőségek és támogatási lehetőségek, amiket nyilván még nem írtak ki, de azt már tudjuk, hogy polgármesteri hivatalok vonatkozásában, önkormányzati épületek vonatkozásában, bölcsödék és óvodák vonatkozásában tudunk majd előrelépni, hiszen a korábbi pályázatok vonatkozásában itt jelentkezett a legnagyobb többet igény az önkormányzatok részéről. Ez közel 60 olyan programot jelent, melyek a vidékfejlesztési projekten keresztül jutottak el az önkormányzatok részére, tette hozzá Nagy Csaba. A Szigetváron megtartott fórum célja, hogy a projektekről, illetve a hamarosan elérhető lehetőségekről tájékoztassák a térség településeit. 70 éves a Vörsi Betlehem, ebből az alkalomból minden eddiginél nagyobbra építették a hagyományosan fenyőből és más terményekből készült Jézus születésének helyét bemutató építményt. Az adventi időszakban minden vasárnap zenés műsorokkal és szentmisével várják az érdeklődőket. Az áhítat hangjaira és az épített Betlehem hírére gyorsan megtelt a kis templom advent első vasárnapján. A Betlehem csak úgy, mint 70 éve minden évben, most is készen várta az érdeklődőket és az zarándokokat. Ez egy nagyon nagy dolog a falu életében, ugye ez a 70 év egy óriási történelem már mondhatjuk. Már 4 generáció óta készül ez az építés, sajnos akik először elkezdték az építéseket már nem élnek. Az utolsó generációja, Kere László, aki ezt készíti, hát ő még nagyon reméljük, hogy sokáig építeni is fogja. A csaknem 60 négyzetméteres Betlehem megépítése másfél hétig tartott, és a felhasznált alapanyagok tekintetében is rekordokat döntött. Az alapba gerendákat, léceket, talupákat, tehát mindegy olyan 2-2,5 méter, a mohából 25-30 ládával, fenyőfa az körülbelül olyan 10-15 darab, hát méretétől függ, vannak nagyobbak, kisebbek. A Vörsi Betlehemet minden évben ezrek látogatják a világ minden tájáról. Csodálatos, gyönyörű, és ahogy beléptünk, a szívünk mindjárt békére lelt. Megnyugvásra gyóntunk férjemmel együtt. Ezt szavakkal nem lehet kifejezni, ezt át kell itt érezni. A Vörsi Betlehem február 2-ig látogatható, minden nap 9-től 17 óráig. A mecseki bányászati kiállításon is az emlékezésé volt a főszerep december 4-én, a bányászok védőszentjének ünnepén Borbála napi népszokások bemutatója és kézműves foglalkozások várták az érdeklődőket, majd a gyermekrajzverseny pályázat eredményhirdetése és mini kiállítás megnyitó is volt a helyszínen.
Két év után idén tavasszal nyitották meg újra a Pécsi Bányászati Múzeum felszíni kiállítását. A 200 emléktárgyat és több kőzetet bemutató tér érintőképernyős eszközökkel és egy kis kémiai laborral is gazdagodott. December 4-én Szent Borbála ünnepén tartották az óvodások részére kiírt gyermekrajzverseny pályázat eredményhirdetését, de mini kiállítás is nyílt. Az óvodásoknak pedig az óvodapedagógiai fórumon hirdettük ezt a rajzpályázatot, Mit rejt a bánya mélye címmel. Ezekre érkeztek a kis pályaművek, közel 30 alkotás érkezett 6 óvodából. Nagyon örültünk neki, nagyon kedves rajzok születtek manókról, tündérekről és a bányában dolgozó bányászokról. A megnyitó után többek között a mecsek geológiájáról, valamint az urán és a kőszénbánya történetéről is hallhattak előadásokat az érdeklődők. Én bányász családból származok, őseim Remberg bányaiak, tehát bizonyos tekintetve én belenőttem ebbe a szakmába, édesapám is dolgozott itt, illetve a családban nagyon sokan dolgoztak István Aknán, illetve a Pécsi Püspökségnek az István Aknai irodájában. Pécsett a fiatalok máig érdeklődnek a bányászat története iránt. Jó példa erre az egyedülálló úgynevezett bányamanó vetélkedő. A kisiskolásokat megszólító versenyre idén is több mint 500-an, köztük lányok jelentkeztek. Mézeskalács város Siófok elnevezéssel harmadik alkalommal rendezik meg azt a jótékonysági árverést, amelyen lelkes önkéntesek mézeskalács formáira licitálhatnak az érdeklődők. Idén egy 3 éves kiliti kislány és családjának megsegítésére gyűjtenek, a kislány augusztusban csontvelő transzplantáción esett át. Pénteken kora este a gombnyomással indult útjára az idei jótékonysági árverés. 37 különböző, elsősorban valamilyen siófoki nevezetességet vagy épületet formáztak meg az alkotók, melyeket a Kálmán Imre Kulturális Központban állítottak ki. A közösségi oldalon indítottuk el ezt az árverésünket, a Mézeskalácsváros Siófok 2018 néven, és ott albumban vannak feltöltve a képek, mert ugye, mint láthattuk, az előbb elindult az árverés. Kinek mi szimpatikus, a kép alatt hozzászólásban lehet megtenni az ajánlatokat. A kikiáltási ár 2 és 5 ezer forint között indult. A befolyt összeggel az augusztusban csontvelő transzplantáción átesett 3 éves Vörös Zsófiát és családját szeretnék segíteni a civilek. A szülők azt tervezik, hogy a befolyt összeg egy részéből a Déméter házat támogatják, ahol Zsófi 3 hónapig lábadozott. Tavaly évben bővítették ezt a házat, ezt a családi szállást, teljesen új felújított épületrésszel bővült, további, ha jól tudom, 8 apartmannal egészült ki ez az épület, és ezek az apartmanok most berendezésre, felszerelésre várnak ahhoz, hogy újabb családok költözhessenek ide. Ebben szeretnénk mi, ha akármilyen részben is, de segíteni nekik, mert mi nagyon sokkal tartozunk, nagyon nagy köszönettel tartozunk ennek az alapítványnak és ennek a háznak. Zsófika 3 hete már otthoni környezetében éli az életét. Licitálni a Mézeskalács alkotásokra december 12-éig lehet a közösségi oldalon. A befolyt összeg átadó ünnepségére december 20-án kerül sor a Kálmán Imre Kulturális Központban. Végül a legfontosabbak még egyszer röviden. Paks 2. Az európai jogszabályoknak is megfelelőek lesznek az új blokkok. Békéltető testületek, Tolna megyében kerül eléjük a legkevesebb ügy. Képzés. A sertéspestissel foglalkozó szakmai napokat tartottak Szekszárdon. Tűzoltóautó. Németországból kaptak új kocsit a Faddi lánglovagok. Csütörtökön erősen felhős, borongós idő várható, említést érdemlő csapadék nem hullik, gyenge mérsékelt délkeleti szél fúj, éjszaka jelentéktelen mennyiségben előfordulhat eső, emellett párássá válik a levegő, ködfoltok is kialakulhatnak. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!